A háromszintes noszai művelődési házban a vízvezetékrendszer, a fürdőszobák és a padlózat is befejezésre vár. Horváth Tíme, a VMS szabadkai elnöke szerint ezek a munkálatok felgyorsulhatnának. Mi nagyon reméljük, hogy amikor magyar polgármester és Szabadkának, akkor ez a megállapodás aznap meg fog születni, mert ugyanis akkor a VMS-es támogatással nagyobb lépést tudunk megtenni ebben az ügyben. Ahogy láttuk a körbenjáráskor is, itt még hiányzik a padlózat, a bútorzat és kisebb finomított munkálatok elvégzése. Ehhez kaptunk a Bethlen Gábor alapítványtól támogatást, megközelítőleg 30 millió dinár értékben, ezt erre fogjuk költeni. A környezetvédelem, az idegenforgalom fellendítése, a Szeged-Szabadka vasútvonal kiépítése kiemelten fontos, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a VMS nem csak Szabadka központját fejleszteni, hanem a környékbeli települések gondjaira is kiemelten odafigyelne. Sajnos a jelenlegi városvezetés is egy picit elszabotálta ennek az épületnek a befejezését, de lévén, hogy magyarországi és egyéb források is vannak ebben az épületben, ilyen formában néz ki jelen pillanatban. Én fontosnak tartom, meg nem csak én, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség fontosnak tartja azt, hogy a kültelepülések fejlesztése ugyanolyan fontos legyen a városvezetés számára, mint a központnak a fejlesztése, a központ, a város központi részeibe történő beruházás. A noszai művelődési ház a falu lakosainak fontos gyülekező helye lehetne, hiszen a Hinga Művelődési Egyesület is belakhatná az épületet, sőt a környék kulturális és közéleti eseményeinek is helyszínt biztosíthatna a létesítmény.